Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Elsőként kérem, hallgassák meg Kis Róbert rendőr alezredes urat, az operatív törzs ügyeleti központ vezető helyettesét. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket! A koronavírus járvány elleni további sikeres és eredményes védekezésünk folytatása és az eddigi védekezési eredményeink megőrzése érdekében a kormány február 1-ig meghosszabbította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket, így továbbra is hatályban maradnak a maszkviselési kötelezettség, a kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, az üzletekre és a rendezvénytartásra vonatkozó korlátozó rendelkezések. Kérjük továbbra is a türelmüket és az együttműködésüket. Folytatnám a hétvégén a védelmi intézkedésekkel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedések adataival. Az elmúlt hétvégén összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 610 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így összesen 18.964-re emelkedett azon személyek száma, akik megszegték a maszkviselési kötelezettséget. 535 személlyel szemben intézkedtünk, mert a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletekben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a közterületen, illetve a nyilvános helyeken. A tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein az elmúlt hétvégén 18 személlyel szemben intézkedtünk, a kereskedelmi üzletekben, illetve a bevásárlóközpontok területén 57 személlyel szemben intézkedtünk a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyekre, szálláshelyekre, illetve a szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedéseket eddig 699-en szegték meg. Ebből 196 személy felelőssége volt üzemeltető, illetve tulajdonosi jogkörben megállapítható, 503 rendőrintézkedést pedig azért hajtottunk végre, mert az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó szabályokat szegték meg. Az elmúlt hétvégén két esetben döntöttünk vendéglátóhely, illetve üzlet idéglenes bezárásáról, így a jogszabály hatályba lépése óta ez idáig összesen 114 üzlet ideiglenes bezárásáról hoztunk döntést. A Somogy megyei rendőrfőkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőreink pénteken hatósági ellenőrzés keretén belül ellenőrizték Bárd udvarnok településen az egyik büfét, ahol azt tapasztalták, hogy az ellenőrzés időpontjában az alkalmazott éppen 4 vendéget szolgált ki. A védelmi intézkedések megszegése miatt az üzlet 7 napos bezárása mellett döntöttünk. A hétvégén is ellenőriztük a kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályok betartását. Az elmúlt hétvégén összesen 1365 személlyel szemben intézkedtünk a kijárási tilalom megszegése ügyében. Egyből a kijárási tilalmat ténylegesen megszegőknek a száma 1344, két személy a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt szegte meg, míg 19 személlyel szemben a közterületi magatartási szabályok, a csoportosulás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt hajtottunk végre rendőri intézkedést. Így összesen a november 4-i kiárási korlátozás, illetve a november 10-én 24 órakor hatályba lépett kiárási tilalom ellenőrzése óta a rendőri intézkedések száma meghaladta a 23 ezret. A budapesti rendőrfőkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőreink szombaton intézkedtek Budapest 13. kerületében az egyik lakásban csendháborítás miatt. Ebben a lakásban hangosan hallgatták a zenék, amely zavarta a lakóknak a nyugalmát. A rendőri intézkedés során megállapítottuk, hogy ebben a lakásban 20 fő tartózkodik, akik megszegték a magárendezvény tartására vonatkozó védelmi intézkedésekkel összefüggő szabályokat, így velük szemben szabálysértési feljelentést tettünk. Az elmúlt hétvégén a koridorokon 161 rendőrintézkedést hajtottunk végre, így összesen a jogszabály hatályba lépése óta 9470-re emelkedett a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályokat megszegőknek a száma. És a hétvégének a hatósági házi karantén adatai. Az elmúlt hétvégén összesen 32.551 helyszíni ellenőrzést hajtottak végre rendőreink. Az elmúlt hétvégén elrendelt hatósági házi karanténok száma 8.145, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karantén 21.979. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználók száma mai napon 2748. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm, alezredes úr. Most az aktuális járványügyi helyzettel kapcsolatban kérem hallgassák meg dr. Galgóczi Ágnes asszonynak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetőjének tájékoztatását. Jó napot kívánok! Az elmúlt 24 óra legfrissebb járványügyi adataival szeretném kezdeni. 1419 főnél igazolták az új koronavírus fertőzést az elmúlt 24 órában, ezzel 343.656 főre emelkedett a megerősített fertőzötteknek a száma Magyarországon. Elhunyt 77, többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma ezzel 10.725 főre emelkedett. Az elhunytak hozzátartozóinak ezúton nyilvánítjuk együttérzésünket. Jelenleg 5065 fő szorul koronavírus fertőzés miatt kórházi kezelésre, és 307-en vannak lélegeztetőgépen. A járványügyi adatok folyamatosan javulnak, azonban annak érdekében, hogy fenntartsuk ezt a kedvező tendenciát, nagyon fontos továbbra is, hogy betartsák a járványügyi intézkedéseket és a higiénés rendszabályokat. Egész hétvégén és ma is zajlik az egészségügyi dolgozóknak a védőoltása, illetve a hétvégén az idős otthonokban is oltási kampány zajlott. Eddig 71 ezer oltás került beadásra december 26-a óta, ebből 6642 az, aki idős otthon lakója, illetve idős otthon dolgozójaként kapta meg a védőoltást. Ha számításba vesszük azt, hogy ma is zajlanak az egészségügyi dolgozóknak a védőoltásai, akkor a 79 ezer ember beoltására érkezett vakcina tulajdonképpen felhasználásra kerül. Holnap 2 új szállítmány érkezik Magyarországra koronavírus elleni vakcinából, megérkezik a Pfizer újabb 39 ezer ember védőoltására alkalmas mennyiségű oltóanyag szállítmánya, illetve a Moderna vakcinájából is 3600 ember oltásához elegendő vakcina érkezik. Ezekből folytatódik az egészségügyi dolgozók és az idős otthonok oltása. Mind a kettő vakcina mRNA-s technológiával készül, a felhasználási csoportokban, illetve a felhasználásukkal kapcsolatban lényeges különbség nincs a két vakcina között. Közben zajlik a felkészülés a védekezésben közvetlenül résztvevő rendvédelmi dolgozók oltására. A vakcinálás tapasztalatai szerint eddig komolyabb oltási reakciók nélkül zajlottak le a védőoltások. Kérem az egészségügyi dolgozókat, hogy továbbra is éljenek a védőoltásnak a lehetőségével. Köszönöm, osztályvezető asszony. Most az újságírói megkeresésekkel folytatjuk. A Békés megyei hírlap kérdezi. A jelenlegi információk alapján mikorra várható, hogy elkezdődhet a nem szociális intézményben élő idősek, krónikus betegek oltása? A beérkező oltóanyag mennyiségtől függeni az, hogy mikor tudjuk elkezdeni a tömeges oltásokat. Addig is kérem, mindenki jelezze az oltás iránti igényét, és regisztráljanak az oltásra. Az Infostart megkeresése. A jelenlegi menetrend szerint mikor, milyen mennyiségben érkezik vakcina Magyarországra az uniós elosztási rendben? A Pfizer vakcinájából a gyártó ígérete szerint folyamatosan hetenként kerül újabb és újabb oltóanyag szállítmány fog történni Magyarországra, míg a Moderna készítményéből szintén kéthetes periódusokban fog Magyarországra érkezni oltóanyag mennyiség. És végezetül az RTL Klub megkeresése. Miért szükséges a regisztráció, ha annyi oltást kötöttek le, ami az ország teljes felnőtt lakosságának beoltásához elegendő? A védőoltás önkéntes. Azért szükséges a regisztráció, hogy aki szeretne élni a védőoltás lehetőségével, az arról információt kapjunk, és ezek alapján tudjuk majd felvenni velük a kapcsolatot. Mai tájékoztatónk végén köszönjük szépen a figyelmüket, további szép napot, nyugodt hetet kívánunk önöknek. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!